Még nem tudni hogyan, de a kormány átvállalja a minimálbér emelése miatti pluszterheket a legnehezebb helyzetben lévő ágazatokban. Erről csütörtökön egyeztetnek a kormány és a munkaadók képviselői. A keddi megállapodásnak megfelelően a minimálbér januártól 98 ezer forint, a szakképzetteknek járó bérminimum 114 ezer forint lehet. Több százezren állnak Magyarországon gépsorok mellett, sokan közülük minimálbérért. Magyarországon összesen 620 ezeren vannak, akik ennyit keresnek. Nekik 5,5%-kal nő a fizetésük, ha van szakképzettségük. Ha nincs, akkor 5,3%-kal. A szakszervezetek elégedettek is, meg nem is. A munkaadók csak 2,6%-ot akartak adni, több mint a dupláját sikerült kiharcolni, ez siker. De a bruttó 98 ezer forintos minimálbérből 64 ezer forintot visz haza a munkavállaló, ez pedig jóval kevesebb, mint a jelenleg 93 ezer forintos létminimum. Azért mondtuk, hogy ennél lejjebb nem lehet menni, mert ez is még hát messze alatta van a megélhetési költségek emelkedésének. A munkaadók viszont azt mondják, hogy amíg a gazdaság csökken, vagyis nem több, hanem egyre kevesebb lesz a bevétel, nem lehet több fizetésemelést adni. A nehéz helyzetben lévő ágazatokban, mint például a textiliparban, az élelmiszeriparban, a vendéglátásban és a bútorgyártásban, a kormány fél évig kifizeti a béremelés költségeit a vállalkozóknak. Hogy pontosan hogyan, arról csütörtök reggel kezdenek el tárgyalni. Mi azt fogjuk egészen biztosan kérni, hogy semmiféle bonyolult adminisztratív eljárással, és nem is pályázattal, hanem egy olyan önbevallásos rendszerben tudják a munkáltatók visszakapni ezt a pénzt ezekben az ágazatokban, ami praktikusan azt jelenti, hogy a befizetendő munkaadói járulékukból visszatarthassák minden hónapban. A minimálbérnél többet keresők béremelésére viszont idén nem lesz úgynevezett bérajánlás. Ezt minden munkahelyen a szakszervezeteknek, vagy ahol nincs szakszervezet, maguknak a dolgozóknak kell kiharcolniuk.